Lidlben most mexikói hét van, úgyhogy zöld citrom, avokádó, jalapeño, tortilla alkotja majd a következő pazar receptet, ami nem más, mint egy jéghideg frissítő avokádó krémleves. Ez a leves az én konyhai repertoáromnak az egyik alapdarabja, imádja mindenki, rengetegszer szoktam készíteni. Az avokádókat bele kanalazzuk a turmixgépbe, nagyon hamar bebarnul, úgyhogy általában tényleg utolsó percben érdemes összerakni, akár avokádókrémet készítünk, akár salátára szeleteljük, akár azt a levest is, érdemes ugye mindent kikészíteni, de tényleg utolsó percben kell elkészíteni, hogy ne színeződjön el. Ugye azért valamennyit tudunk rajta segíteni citromlével vagy zöld citromlével, ami amúgy is kulcsfontosságú az avokádónak, tehát mindig azt szoktam javasolni, hogy ha valaki még esetleg nem barátkozott meg az avokádóval, vagy egyáltalán nem kóstolta, akkor az első kóstolás az úgy történjen, hogy nagyon érett legyen az avokádó, pici sót szórnak rá, pár csepp zöld citromot vagy citromot, és úgy már nagyon klasszul kijön az íze, úgyhogy a citrom az gyakorlatilag elengedhetetlen bármilyen avokádós ételnél. És akkor ugye a kérdés az, hogy mitől lesz leves. Hát ideális esetben pont azért, mert ennyire kevés alapanyaggal dolgozunk. Én azt ajánlom, hogy egy zöldség alaplevet, vagy lesz úgy zöldséglevest, egy kis lábosban feltesznek pár szál répát, petrezselymet, gyöknet, ami éppen van otthon, egy 30-40 percig főzik, és már is kész ugye az ízes alaplé. Pont azért, mert ennyire kevés alapanyagot használunk, ezért inkább ezt ajánlom, mint vizet, egy-két evőkanál joghurt. Hogy olívaolajat és picikét a textúráját ugye még teltebbé, krémesebbé teszi. Zöld fűszer, ugye a mexikói konyha jellemzően egyébként koriander mániást, és már is mehet a turmixolás. Gyakorlatilag majdnem, hogy egy smoothie-t készítünk, egy ilyen turmixot, de annál egyrészt egy picikét sűrűbb, másrészt ugye attól, hogy zöldség alaplével készül, attól azért egy picikét teltebb, tehát azért van leves karaktere, plusz rögtön mutatom, hogy kerül majd rá a tetejére, amitől azért egy ilyen komplett leves érzete lesz mégiscsak az embernek. Ami csípni fog, az a jalapeño. A ropogós, az tortilla chips lesz, forró olaj. A ropogós tortilla csíkokat kiszedegetjük, és egy ilyen konyhai papírtörlőn azért érdemes leitatni, ugye a forró olajban sül dolgoknál, az mindig egy nagyon fontos lépés. Megvagyunk tehát a ropogós tortilla chipszel, megvagyunk a jalapeñóval, és akkor már is következhet a tálalás. Pici olívaolajat szoktam még ilyenkor. Aztán jöhet a jalapeño, és akkor a tetejére pedig a ropogóság. Úgyhogy nagyon arra biztatom önöket, hogy próbálják ki, tényleg fantasztikus és nagyon-nagyon egyszerűen elkészíthető. Kezdők is bátran álljanak neki. Jó étvágyat hozzá, és természetesen azért az sem baj, ha még egy pohárból is jár mellé. Tudom, hogy Zsófi hozzám hasonlóan nagy kedvelője a friss üde és ropogós boroknak. Épp ezért ez a hideg avokádókrémleveshez az állandó kínálatunkból választottam a Bármikor Sauvignon Blanc-t. Ebben a borban az az igazán szuper, hogy bármilyen hideg tavaszi üde krémleveshez bátran párosíthatjuk. Arra figyeljünk csak, hogy előtte mindig hűtsük be jól. Ha tetszett ez az 5 perc alatt elkészíthető hideg avokádó krémleves, akkor nyomjanak egy lájkot, további rengeteg recept ötletért és rengeteg leves recept ötletért kattintsanak a lidl.hu/konyha weboldalra, és várjuk Önöket természetesen a YouTube csatornánkon is.